Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Trianonra emlékezünk. A trianoni békediktátum 100. évfordulóján vendégem pedig Vizi László Tamás történész, a Kodolányi János Egyetem rektorhelyettese, a Magyarság Kutatóintézet tudományos főigazgatóhelyettese, illetve a Székesfehérvári Trianon centenáriumi emlékbizottság elnöke. Köszönöm, hogy itt van velünk. Estét kívánok, én is köszönöm az érdeklődést. Nagyon fontos pillanat ez, és hát kicsit menjünk vissza az időben, 1920. január 16-át írtunk, amikor Aponyi Albert gróf megjelent a bizottság előtt, és egy rövid idézettel hadd kezdjük, természetesen, kivonatosan. Tisztán látom azokat a veszélyeket és bajokat, amelyek a béke aláírásának megtagadásából származhatnak. Mégis, ha Magyarország abban a helyzetben állítatnék, hogy választania kellene ennek a békének az elfogadása vagy aláírásának visszautasítása között, úgy tulajdonképpen azt a kérdést kellene feltennie magának, legyen-e öngyilkos azért, hogy ne halljon meg? Hát ebben nagyon sok minden benne van. Nagyon sok minden benne van, és nagyon tartalmas gondolatok egyébként azok, amiket Aponyi Albert, aki a magyar békedelegáció vezetője volt 1920-ban, ezeket a sorokat, ezeket a mondatokat mondta Párizsban. Talán nem érdemtelen elmondani, hogy ezt a megbízást, ezt 1919. december végén kapta Aponyi Albert, mint a magyar politikai élet doajenje, hogy vezesse azt a delegációt, egy több mint 60 fős delegációt, amely aztán 1920. január 5-én útnak indult, és 7-én megérkezett Párizsba. Kiválóbbnál kiválóbb személyek voltak ennek a delegációnak a tagjai, olyanok, akik aztán az elkövetkezendő évtizedekben a magyar politikát, a magyar diplomáciát, a magyar gazdaságpolitikát, kultúrpolitikát markánsan meghatározták. Tehát azt mondhatom, hogy a korabeli Magyarország elitje, politikai, gazdasági vezető személyiségei voltak ott Párizsban. Érdekes ugye, hogy 7-én ők már megérkeznek, de a beszédre csak január 16-án kerül sor, miután előző nap, január 15-én Aponyi átveszi a békeszerződés tervezetet. Azt gondolom, hogy sok illúziójuk nem volt, ez a gondolatsor, amit szerkesztő idézett, ez is mondja, vagy utal rá, hogy amikor ezek a szavak elhangzottak, akkor ők már tisztában voltak azzal, hogy mi várható. Mit várhat az ország? Hiszen 1919 késő tavaszától, kora nyarától azért nagy vonalakban már a békediktátumnak a körvonalai adottak. Tehát itt már valójában az a védőbeszéd, az a klasszikus védőbeszéd, amit Aponyi Albert elmondott, az azt hiszem, hogy a magyar nemzeti önbecsülésnek adott igazán teret. Mert az ítélet már megvolt. Az ítélet elhangzott, a vádlottat odarendelték, tegyük gyorsan hozzá, hogy szó sem volt semmilyen vitáról, semmilyen konferenciáról, semmilyen tárgyalásról. Itt valójában a békeszerződés tervezetét megkaptuk, és annak vagy az elfogadása, vagy az elutasítása volt valójában a két lehetséges alternatíva. Nagyon fontos kérdés ez, hiszen tudjuk, hogy 1900-ban ön is megfogalmazta, jóval előbb megszületett a döntés. Ráadásul egy olyan időszak után voltunk, hiszen tudjuk az őszi, a világháború vége, az őszi rózsás forradalom és a tanácsköztársaság után, amikor valóban nem hitt már senki abban, hogy ezt Magyarország átvészelheti jelentős megcsonkítás nélkül. Hát ez pontosan így van, hiszen 1918 őszétől már megkezdődött a környező országok, az úgynevezett utódállamok fegyveres erőinek a benyomulása Magyarország területére. 1918 novemberétől egészen 1919 kora tavaszáig gyakorlatilag azok a csehszlovák, a román, a szerb erők elfoglalták azokat a területeket, amelyeket ők valójában a későbbi országaikhoz, vagy a megnövelődő országaikhoz hozzá akartak csatolni. Ami fontos ebből a szempontból kiemelni, az talán az, hogy itt van egy nagyon komoly időveszteség, amit a magyar féle elszenved.
pont abból, amit ön is mond, hogy 1918 ősze, 1919-es kommuna tanácsköztársaság, az el nem ismert kormányoknak a sokasága, ami jellemezte ezt az időszakot, vagy mondjuk ki azt, hogy az 1919-es tanácsköztársaság, ez egy komoly bizalmatlanságot is jelentett Magyarországgal szemben, elsősorban Párizsból nézve. Tehát valójában, amikor 1919 novemberében meg tud alakulni az a kormány Huszár Károly vezetésével, amely egy ideiglenes kormány egyébként, azért ideiglenes, mert addig van a mandátuma, amíg majd a 20-as januári nemzetgyűlési választásokat le nem bonyolítja, de ez a kormány kap majd valójában a meghívást arra, hogy kiküldje a küldötteit Párizsba, és ez lesz ez a bizonyos aponyi delegáció. De hogyha már Aponyinál tartunk, még egy fontos érdekességet, kis finom adalékot hadd mondjak el, hogy Aponyinak egyébként nagyon-nagyon rossz volt a sajtója 1919-20 fordulóján Párizsba. Ezt a rossz sajtót, ezt valójában két dolog generálta. Egyrészt ugye 1907-ben Aponyi vallás- és közoktatásügyi miniszter volt, az ő miniszterelnöksége alatt fogadtatott el az a népiskolai törvény, amelyet Lex Aponyinak neveznek, és amit aztán ugye a nemzetiségi politikusok, szerbek, románok, csehek Nyugat-Európában úgy állítottak be, hogy itt egy nagyon erőteljes, brutális, lehengerlő magyarosítási folyamat zajlik, persze erről szó sem volt. Tehát eleve ez volt egy negatív sajtó. A másik pedig az, hogy 1914 nyarán, amikor a Szerbiának történt hadüzenet elhangzott, akkor Aponyi az egyike volt azoknak, akik a Magyarországgyűlésben ugye felkiált, a na végre felszólítással, felkiáltással éltek, és ez bejárta a nyugati sajtót. Tehát ugyanolyan háborús uszítónak titulálták őt, mint annak idején korábban Tisza István. Egyébként jellemző mód, hogy Clemenceau még azt is megpróbálta elérni, hogy a magyar békedelegációt ne Aponyi Albert vezesse. A Budapesten tartózkodó francia Antant misszió vezetője, Maurice Fouché például személyesen próbált Huszár Károly miniszterelnöknél közben járni, hogy ne Aponyi legyen a békedelegáció vezetője. Huszár karakánul azt mondta, hogy ebbe a franciáknak aztán végképp nincsen beleszólása. Így aztán Clemenceau annyit mondott, hogy hát jó, akkor a magyarok azt küldik, akire úgy gondolják, hogy a magyar ügyet a legjobban képviselni tudja. És pont ez a január 16-ai beszéd, amiből szerkesztő úr idézett, ez lesz az, ami valójában az Aponyi képet nyugaton 180 fokkal megfordítja. És onnantól kezdve a magyar ügy mellett markánsan, karakánul, úriember módon kiálló politikus képe jelenik meg a nyugati sajtóban is. És nem is lehetett más a történet vége, mint június van az aláírás. Én azt gondolom, hogy bármennyire is a visszatekintések kiki a saját módján, saját embersége okán ítéli meg, de ez mindenképpen egy sorsfordító trauma, egy nemzeti tragédia, és bátran nevezhetjük békediktátumnak ezt a békeszerződést, hiszen az utódállamokhoz került népesség 30%-a magyar volt, a területi veszteségekről nem is beszélve, és a későbbi a nemzeti szuverenitás súlyosan korlátozó intézkedések megint csak még ehhez csatolódtak. Miként lehetett ezt megélni, hiszen ez egy történelmi sokhatás volt? Hát, hogyha végignézzünk akár a magyar, vagy az egyetemes európai történet, ilyen típusú megcsonkítás és ilyen típusú megaláztatás, én azt gondolom, hogy egyetlen országot vagy nemzetet sem ért. Szerkesztő úr említette a veszteséget. Hát azért nem árt egy picit tudatosítani ezeket a számokat, mert azért ezek önmagukban is hátborzongatók. Tehát egy 282.000 négyzetkilométeres, 1000 éves fennállású Magyarországot, és erre ugye megint Aponyi is utalt, hogy valójában ez egy olyan integer egész, egy olyan földrajzi terület, egy olyan földrajzi térség, aminek a szétdarabolásával nem csak Magyarország veszít, hanem mindenki veszít, tehát az utódállamok is vesztesei lesznek ennek a hatalmas ezer év óta fennálló gazdasági egységnek a feldarabolásán. Tehát ebből a 282.000 négyzetkilométeres Magyarországban lesz egy 93.000 négyzetkilométeres Magyarország. Még belegondolni is elképesztő, ha azt mondom, hogy csak Románia nagyobb területet kapott, mint amekkora a trianoni Magyarország maradt.
Mert a trianoni Magyarország 93 ezer négyzetméter maradt, Romániához 103 ezer négyzetkilométer csatoltak. És ne felejtsük el, mi már csak azt mondjuk, hogy Romániához csatolták Erdélyt. De bocsánat, azt kell, ha csak Erdélyt csatolták volna, akkor itt maradt volna a Párcium, itt maradt volna a Bánság, itt maradt volna a Tiszántúl keleti területe. Tehát jóval nagyobb területről van szó, mint a történeti Erdélyről. De mondhatnám tovább, a Csehszlovákiához csatolt területek, a Kárpátaljával, a Felvidékkel együtt, a déli területek, a bácskai területek, a Bánátnak a fele. Ugye ott egy komoly vita volt egyébként, majdnem kirobbant egyébként egy szerb-román háború, mert a Bánátot, ugye, hogy pontosítsuk, ugye a Bánát az nem más, mint a Tiszának a balparti területe, ugye a jobb part az a bácskai területek. Tehát a Bánát, ez, hadd mondjam azt, hogy Európa egyik legjobb mezőgazdasági területeről van szó, rendkívül értékes mezőgazdasági terület, és mind a szerb-horvát-szlovén királyság, mint Románia kinyújtotta a kezét érte. Majdnem háború lett, majdnem egy szerb-román háború. Hát azt a döntéshozók nagyon bölcsen egyébként ugye ketté vágták a Bánátot, de hát úgy ketté, hogy abból Magyarország nem részesedett, hanem lett egy román Bánát, meg egy szerb Bánát. Tehát ez önmagában a területi veszteség elképesztő. Magyarország a természetes határait elveszítette. És akkor a lakosságszámról nem is beszélve. Egy 18,6 milliós európai középhatalomnak számító államalakulatból lesz egy 7,6 milliós trianoni Magyarország. Ugyanazt lehet mondani, hogy szinte homogén, vagy nemzeti tekintve szinte homogén Magyarország lesz, de hát mondjuk ki azt, hogy az elcsatolt lakosságnak az egyharmada, az gyakorlatilag sok esetben a határok mellett egy tömbben élő magyarság. 3,5 millió honfitársunk került egyik pillanatról a másikra egy idegen állam, egy utódállamnak a keretei közé. Lett magyar állampolgárból román királyság állampolgára, a szerb-horvát-szlovén királyság állampolgára, vagy a csehszlovák köztársaságnak az állampolgára. Le kellett tenniük a hűségesküt az új államhatalomra. Azok az állami hivatalnokok, közigazgatásban dolgozók, tanárok, megyei hivatalnokok, városi tisztségviselők, bírák, stb. Ahhoz, hogy az egzisztenciájukat megtarthassák, le kellett a hűségesküt tenni azoknak az utódállamoknak az államra, hogy tiszteletben tartják annak törvényeit. Becsülni is csak becsülni tudjuk, hogy kb. 400 ezeren vannak, akik ezt nem teszik meg. Akik fogják, és azt mondják, ők nem teszik le a hűségesküt a román királyságra. Hát ők lesznek azok, akik ott hagyva mindent, elindulnak az anyaországba, és éveken keresztül majd vagonokba, rendező pályaudvarokban lakva, gyakorlatilag egy komoly, nagyon komoly szociális feszültséget is gerjesztve fognak élni. Mi szülte az etnikai elvek teljesen figyelmen kívül hagyását? Hát én azt gondolom, hogy azért a nagyhatalmak, most hadd mondjak egy példát. Benes például már a 20-as évek legelején, ugye a csehszlovák külügyminiszterről van szó, aki már akkor ugye elkezd tárgyalni a magyar féllel, ugye Marienbadban, illetve Brugban vannak ilyen tárgyalások, az akkori magyar külügyminiszter Bánfi Miklós, és majd később Bethlen is csatlakozik ehhez, és Benes között. És Benes egyértelmű, hogy pontosan nagyon jól tudta, hogy ezek nem etnikai határok, amit például Magyarország és Csehszlovákia között ő egyébként kigenerál Párizsban. De azt mondta, hogy Csehszlovákiának szüksége volt arra, hogy a Duna legyen a déli határa. Tehát itt valójában nagy politikai elvek és geopolitikai elvek határozzák meg. Vagy ha megnézzük például a magyar-román határnak a meghúzását, az semmilyen etnikai elv nem indokolta annak, hogy ott legyen a határ. Annak számos egyéb más gazdaságpolitikai, közlekedéspolitikai elvei voltak. Meg hát mondjuk ki őszintén, 1918-19 fordulóján a győztes államok, az utódállamok egy eleve elrendelt helyzetet akartak teremteni. Egy fait accompli helyzetet. Benyomulni addig, ameddig csak lehetséges. És aztán majd a békeszerződés, vagy békekonferencián, mert számukra ez konferencia volt számunkra, ahogy említettem, nem? Ott majd ezt érvényesíteni fogják.
nem feledkezhetünk meg, hogy a nemzeti hadsereg is megszűnt, illetve 35 ezer főben maximalizálták, fegyvergyártás szintén nem volt, a gyáripar, ha úgy tetszik, megszűnt. Hogyan lehetett ezt újjáéleszteni? Egyáltalán a területi és a gazdasági veszteségek milyen traumát okoztak a népben, és miért a gazdaságban? Az előző kérdésre, vagy hát a kérdés első felére a katonai leszerelési kérdések. Hát igen, tehát gyakorlatilag Magyarországon megszűnt az általános hadkötelezettség. A 35 ezer fő az gyakorlatilag csak az altiszt és a tisztikart jelentette. Magyarország nem gyártatott nehéz fegyvereket, nem lehetett légiereje, nem lehetett tüzérsége. Olyan korlátozásokat vezettek be, ugye, aminek következtében generációk nőttek úgy fel, hogy nem volt katonai kiképzésük például. A gyárakban nem lehetett hadianyagot előállítani. És ezt nagyon szigorú antant ellenőrzés alatt tartották. Tehát folyamatosan jöttek az antant ellenőrök, és ellenőrizték ennek a végrehajtását. Tehát nagyon sokáig, hosszú éveken keresztül, mondhatni évtizedeken keresztül valójában a magyar hadipar nem létezett, a magyar tisztképzés az gyakorlatilag nagyon szűkre volt szabva, és ebből adódik az is, hogy amikor majd az 1930-as évek második felétől feloldódnak ezek a kötelezettségek, vagy ezek az ellenőrzések, és Magyarország visszanyerheti a katonai szuverenitását, ugye a Bledi megállapodás értelmében 1938-ban, majd megindulhat a 38-as győri program keretében a hadsereg újjászervezése, a tömeghadsereg újjászervezés, hogy akkor már sorozás van, na de hát korosztályok estek ki ebből a folyamatból. És egy dolgot ne felejtsünk el. Amikor az új magyar honvédség szervezete és egyáltalán az állománya kiépül, fegyverzetét megteremti a magyar kormányzat, akkor alapvetően arra a célra építik ezt a hadsereget, hogy az elcsatolt területeket vissza tudja szerezni. Tehát nem arra lesz hivatott ez a hadsereg, hogy majd 1941-től mondjuk egy nagy hatalom a szovjet vörös hadsereg csapataival szemben harcoljon. Arra volt hivatva, hogyha szükséges, egyébként alapvetően békés revízióban gondolkodott Magyarország. Nem is nagyon gondolkodhatott másba, hiszen a katonai súlyok, a kisantant katonai potenciál és Magyarország katonai potenciáját összehasonlíthatatlan volt. Tehát a békés revízióban volt érdekelt, és ezt a békés revíziót kellett volna mondom, a 30-as évek második felében talpra álló magyar honvédségnek és magyar hadiparnak teljesítenie. Essék szó a jóvátételről, ami úgy szintén megviselte a talpra állni szándékozó a magyar gazdaságot. Ugye mondjuk ki, hogy alapvetően minden vesztes országot, amióta a történelemben vesztesek és győztesek vannak, és a győztesek mindig diktálnak a veszteseknek valójában, jóvátételi kötelezettség terhelte. Tehát azokat a háborús károkat, vélt vagy valós károkat, amelyeket a vesztes okozott a győzteseknek, azokat meg kellett téríteni. Magyarország számára is előírták a jóvátételi kötelezettséget, csak ugye például Romániával szemben ezt el is törölték, mert Románia olyan szinten kifosztotta 1919-től Magyarországnak azokat a területeit is, amiket ugye nem ítélt neki a békeszerződés. Hát a megszállás idején. A megszállás idején. Tehát gyakorlatilag ugye a Győr, Pápa, Veszprém, Székesfehérvár vonalig benyomultak a román csapatok, és ami mozdítható volt, azt gyakorlatilag módszeresen és tudatosan elrabolták és elvitték. Tehát például magyar-román viszonylatban a jóvátételi kötelezettség azt el is törölték. Jóvátételi kötelezettség fennállt, hogy például a szerb-horvát-szlovén királyság irányába, hiszen ott effektíve van egy háborús helyzet, hiszen az osztrák-magyar monarchia és annak részeként ugye a magyar királyság része volt, ugye hadi állapotba került Szerbiával. Viszont azért az is egy nagyon érdekes dolog, hogy egy nem létező állam, mint például Csehszlovákia, 1918-ben ez az állam nem is létezett, Szlovákia sem létezett. Tehát hogy fordulhat elő, de hát így fordulhat elő a történelem fintoraként, meg a békecsinálóknak az akaratából, hogy valójában egy nem létező állam bekormányozza magát a győztes országok közé. És egyébként Csehszlovákia ezt nem először tudta megcsinálni, ezt megcsinálta a II. Világháborúban is.
nagyon fontos kérdés a talpraállás. Tehát ugye Aponyi Albert búcsúszava is azt sugallják nekünk, hogy azért hisz és bízik a talpraállásban, bár azt hozzátehetjük, hogy ő abban is bízott, hogy meg januárban legalábbis még, hogy az antantatlanok meggondolják magukat valamelyest legalábbis. Viszont kellett egy olyan korszak és egy olyan politikai elit, aki tudomásul vette ennek a hallgatólagos tudomásul vételét értelemszerűen, és elindult egy másik úton. A talpraállás első lépése, én azt gondolom, annak a tudatosodása, vagy tudatosulása, hogy ami ugye 100 évvel ezelőtt ezekben a napokban zajlott, hogy valójában nincs más alternatíva, mint ennek a béke diktátumnak, vagy ahogy a korabeli sajtó jelezte, békeparancsot alá kell írni. Mert ha ez nem történik meg, de tudom, hogy ma is sokan eljátszanak ezzel a gondolattal, hogy mi lett volna, ha hozzáteszem, én is szeretek ezekkel a gondolatokkal eljátszani, tanórán ezt rendszeresen gyakoroljuk a hallgatókkal, mert szerintem érdekes összefüggéseket lehet rajta találni. De én azt gondolom, hogy 1920 tavaszán, majd 1920 őszén, mert azért az a keserű pirula az nem csak június 4-e, az november 13-a is, amikor az aláírt békediktátumot a Magyar Nemzetgyűlésnek be kell cikkelyezni, tehát ratifikálnia kell 1920. november 13-án, és azt is meg kell tenni. Tehát nem igazán volt más választás. Gondoljunk bele, tényleg mi történt volna. Én azt gondolom, hogy a szomszédos országok hadereje legázolja Magyarországot, és akkor még a trianoni keretek sem maradnak meg. Tehát azt gondolom, hogy egy olyan helyzetből kellett felállni, ami példanélküli. Példanélküli a világtörténelemben. És az az önmagában egy óriási dolog, hogy az a politikai elit, amelyik 1919-20 fordulóján kormányzati tényezővé válik, amelyeket olyan kiválóbbnál kiváló politikusok vezetnek, mint egy Teleki Pál vagy egy Bethlen István, hogy ez a tönkretett, ez az agyongyalázott és megcsonkított Magyarország, ez néhány éven belül valójában talpra áll. És a 20-as évek közepére, a 20-as évek második felére Magyarország gyakorlatilag túlszárnyalja az 1914-es teljesítményét, gazdasági mutatóit. Na most azért fontos dolog, hogy itt nagyon meg kell állapítani, hogy az ipar helyreállítása, a mezőgazdaság helyreállítása, a pénzügyi stabilizáció megteremtése, ugye a korona helyett a pengő, egyre aktívabbá váló magyar külpolitika. A magyar külpolitika beilleszkedik a korabeli európai rendbe. Sikerül a felvételünk a Népszövetségbe. Aztán majd 1927-től a kisantant gyűrűt, ezt a külpolitikai karantén sikerül szétfeszíteni, vagy legalábbis nagyhatalmi támogatást nyerni hozzá. De ne felejtsük el azt a kultúrpolitikát, ami gyakorlatilag a 20-as években egy Klebelsberg Kunónak a nevéhez, majd egy Hohmann Bálintnak a nevéhez fűződik. Soha a magyar költségvetésben olyan részesedése nem volt a magyar kultúrának, tudománynak, oktatásnak, mint a 20-as és a 30-as években. Volt olyan év, hogy majdnem 15%-a volt a költségvetésből a kulturális kiadásoknak. Új egyetemeket kellett létrehozni, hiszen elcsatolták a Pozsonyi Egyetemet, elcsatolták a Kolozsvári Egyetemet. Tehát ezt az országot, ha negyedik Béla magyar királyról, a tatárjárás után második honalapítást kellett csinálni, akkor azt gondolom, hogy Trianon után egy új honalapítást kellett a magyar politikának tennie. És ez szerintem sikeres volt. Egyértelmű. A fájdalom viszont velünk. Az maradt. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt, és én azt gondolom, kedves nézőink, hadd hívjam fel a figyelmüket, hogy ma este természetesen láthatnak jó néhány Trianonnal kapcsolatos műsort, az egyik, Vizi László Tamás előadása a Városházán,
amelyet Cserpalkovics András polgármester meghívására tett, majd ezt követően pedig Sáros István Trianon című drámájának színpadi változata következik Szikora János rendezésében. Tartsanak velünk, emlékezzünk együtt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!